Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves jó testvérek, bónum televíziósok és mindazok, akik valamilyen módon előbb vagy utóbb közvetlenül vagy közvetve, de találkoznak ezekkel a gondolatokkal, amelyet itt a budapesti stúdióban mondunk bele a kamerába, mi jó szándékú kedves atyák. Hallgassuk meg a mai evangéliumot, amely a Lukács 12. 39. 48 az éberségről szól az a fejezet, amelyből a következő rész kerül felolvasásra ma. Jézus egy alkalommal így tanított: Gondoljátok meg, ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába, legyetek ti is készen, mert egy olyan órában, amikor nem is gondoljátok, eljön az emberfia. Mielőtt tovább olvasom, már ott van, nem is gondoljátok. És talán ez a legnagyobb probléma. Ha legalábbis vannak olyanok, akik általánosságban mondom, nem gondolkoznak. Komolyabb dolgok nem érdeklik. Nem törik a fejüket. Nem csak kereszténységen, keresztény igazságokon, vallás ismereteinek dolgain, hanem általánosságban hiányzik belőlük talán már a készség is, a képesség is, hogy komolyan vegyenek dolgokat, hogy egymás között, és ugyanakkor önmagukba, néha csendben gondolkozzanak. Szóval itt azt mondja Jézus, hogy nem is gondoljátok, de eljön az ember fia. De ha gondolunk rá előre, akkor ez nem valami vészhír, hanem a szó igazi nemes értelmében evangélium. Vagyis örömhír. Úgy élj, hogy biztos, hogy eljön az emberfia. Ez a tétel, ez meghatározza az egész még soron következő soroknak a talán félelemmel teljes gondolatait. Mert így folytatja, ugyanis Péter megkérdezi tőle, hogy Uram, ezt a példabeszédet csak nekünk mondod, vagy mindenkinek? És Jézus így válaszol, így folytatja. Hát ki a hű és okos kulcsár, akit ura szolgái fölé rendelt? Ha eljön az ideje, kiadja részüket az élelemből, boldog ugyanis az a szolga, ha megérkezésekor ura ilyen munkában találja. Igazán mondom nektek, hogy boldog, mert megvendégeli szolgáit. De ha a szolga azt mondja magában, uram csak sokára tér vissza, és elkezdi ütni, verni a többi szolgát és szolgálót, eszik, iszik, részegeskedik, akkor ennek a szolgának az úra olyan napon érkezik meg, amikor nem várja, és olyan órában, amikor nem gondolja. Kegyetlenül megbünteti, és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok verést kap. Aki azonban nem ismeri, és így tesz olyat, amiért büntetést érdemel, csak kevés verést kap. Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól annál többet kívánnak. Nagyon sok fontos gondolat rejlik ebben a néhány mondatban. Talán maga Jézus is tömörítette amennyire lehet tanítását, de hol ilyen, hol olyan oldalról közelíti meg a legfontosabb igazságokat, és ezért szinte minden mondata megérdemelne egy-egy külön meditációt, elmélkedést, templomainkban prédikációt. Mert hát például ott van rögtön ez a kifejezés, hogy kegyetlenül megbünteti azokat, akik akik nem jó úton járnak, akik, akik, nem teljesítették feladatukat. Vajon Jézusra, mert most ő a gazda, ő az, aki eljön, az emberfia, hogy elvigyen majd bennünket, és ítéletet mondjon fölöttünk. Lehet kegyetlen? Egy kimondani is furcsa. Hogy lehetne maga a jó Isten kegyetlen? Amikor most a színódosi atyák befejezték Rómában gyűlésüket, valahogy így fogalmazták meg a legfőbb feladatot, igyekeztünk össze, összekovácsolni a szeretetet az igazságossággal. Nem lehet igazságtalanul, kegyetlenül elbánni senkivel, legyen akármilyen súlyos bűne, például a házasság terén, a család kapcsán, amiről szólt most ez a kéthetes római színódus. Isten, és ennek eredményeként egyházunk sem lehet kegyetlen. Igazságosnak, igazságos kell, hogy legyen. De éppen az rendítse meg a szívünket, kedves testvérek, hogy minket akkor is szeret az Úr, ha mi ezt nem érdemeljük meg. A múltkoriban Bőte Csaba testvértől hallottam azt a kedves viccet ugyanakkor, ami most így még éppen októberben aktuális, hisz Máriára is figyelünk Jézus mellett, Máriát is dicsérjük, Máriához is imádkozunk, hogy ő imádkozzon velünk együtt. Szóval a kedves kitalált kis vicces történet úgy szól, hogy Péter Apostolnak elege van a dolgokból, elege van abból, hogy ott a Mennyország kapujában igazságot kell, hogy szolgáltasson, kit enged be, kit nem. Így hát megy az úrhoz, leteszi eléje a kulcsokat, és azt mondja, elegem volt kész, ezt én nem tudom elviselni. De hát mit? És azt hiszi az úr, hogy talán azt fogja mondani, ez a sok rossz ember, mind be akar jutni az Isten országába. De hát én, én nem tudom, hogy mit csináljak. Ő azonban valahogy így válaszol. Minden egyes személlyel külön elbeszélek, hogy megtudja, mi is volt a szívében, hogyan is élt, hogyan cselekedett, hitte, jó tettekkel teljes volt-e az élete. És aztán kinyitom a nagykönyvet, megnézem, hogy jutalom jár-e érte, mit ír elő az egyházi törvénykönyv, milyen reguláknak, szabályoknak kellett, hogy ő eleget tegyen, és ennek alapján Néha ki kell, hogy mondjam, hogy nem juthatsz be Isten országába. Ezért, ezért van eleged belőle? De hát mindent megkapsz tőlem, szeretetet és egyebet. Csinál tovább ezt a szolgálatot, és hát ne engedd be, aki nem méltó rá. Igen ám, mondja Péter, csak hogy az édesanyád ott a kiskapunál meg mindenkit beenged. Hát, kedves testvérek, jó, derültem a viccen és derüljön mindenki rajta. Ez a szizanya. A szizanya, aki nem tud mérlegelni, nem tud mérlegre tenni embereket, hanem mindenkit valamilyen módon fölkutatva benne azt a pici is jót, amit csak lehet, szinte be segít, nem csak besegít, de be tuszkol az Isten országába, fia országába. Mint egy édesanya, aki a saját gyerekét mindenképpen szeretné, sok-sok jóban részesíteni, akkor is, ha az rakoncátlan, ha rossz fát tett a tűzre, ha a pedagógusnak is problémája van vele, az atyáknak is problémája van vele. Az édesanyjának az a feladata, és ezt hála Istennek ösztönösen teszi is, Mária is, hogy a jót lássa, és annak eredményeként segítse gyermekét a boldogságba, földibe, örök boldogságba egyaránt. te egy pillanatra nézzünk csak vissza még erre a bizonyos példabeszédre. Amikor azt mondja, hogy boldog a szolga, ha megérkezésekor ura ilyen munkában találja, már mint, hogy éppen testvéreinek szolgál az illető személy. Igazán mondom nektek, hangsúlyozza Jézus, hogy minden vagyonát rábízza. De ha az illető szolga úgymond azon spekulál, hogy még biztos, hogy lesz lehetőségem pótolni a hiányosságokat, miért kapkodjak én ezzel? Miért dolgozzak? Miért tegyek már most, 20 éves koromban, úgy, mintha, mintha talán már holnap el kellene számolnom? Most még talán élhetek kicsapongó életet. Most talán még megengedhetem magamnak, hogy hogy ne törődjek az anyámmal, apámmal, majd ha betegek lesznek, akkor majd talán segítek nekik. Most még nem érdekel, hogy ki is lesz egyáltalán a házastársam, kötök-e vele házasságot, vagy csak összeállok vele, mint ahogy Aranyos Gémes miálti atya mondta, mint az acskóban a túró meg a tejföl, ha nem vigyázunk rá. És mindig halogatja a megtérést, az életének a komolyan vételét és nem szeret, és a szeretet mértékegységet tudjuk az áldozat. Nem hoz áldozatot a másik emberért, családjáért, nem verítékezik, vagy ahogy a már közben említett gondolataimban megemlítettem, nem is gondolkozik. Hanem nihilista módon, komoly gondolatok nélkül éli az életét, teng, leng, és azt mondja, ahogy Pató Pál úr mondta, ej, ráérünk arra még, hogy komolyan vegyük az életet. Hány és hány embertársunk felnőtt korában van már, nem is egy éve, hanem húsz éve, harminc éve. És még mindig nem döntött igazán világnézet mellett, erkölcsi rend mellett, vallás mellett. Még mindig talán nem is tudná megmondani, hogy milyen lehetőségek vannak számára. Hol is dönthetne, melyik mellett. Nem is tudja például a különbözőségeket. Sokszor szomorúan tapasztalhatjuk mi lelkipásztorok, például a fiatalokkal beszélgetve, hogy nem nagyon tudják, mi az, amiben egyezünk, és mi az, amiben nem a nem keresztényekkel vagy a kereszténységen belül élő, de mégis más felekezethez, más egyházhoz, más közösséghez tartozókkal? Nem érdekes. Nem érdemes vele foglalkozni. Mondja nagyon sok ember. Vagy ha nem mondja, de ezt teszi. Nos, éberség. Ennek a fejezetnek a címe. Az éberség azt jelenti, hogy észrevenni, hogy már beszűrődik a fény az ablakunkon hajnalodik, vagy ahogy ez a ritka szép magyar szó mondja, pirkad. Nem maradhatunk örökké sötétségben. Nem élhetünk úgy, mint a, mint a nem kellene hamarosan fölkelnünk, dolgoznunk, elindulni a munkába, vagy éppességgel otthon tenni a feladatainkat. Kérjük hát az Úr Jézust, kérjük a Jó Istent, és kérjük a szűzanyát, most még október utolsó napjaiban rózsafűzérrel a kezünkben, hogy segítsenek nekünk, vegyük komolyan az életet. Gondolkozzunk el azon, lesz-e mivel elszámolnunk, vagy éppenséggel lesznek-e olyan fájdalmas gondolataink akkor ott az Úr elé állva, hogy bizony sok mindent másképp kellett volna tenni vagy meg kellett volna tenni, és nem tettem. Meglátogathattam volna azt a barátomat, írhattam volna neki egy levelet, akkor is, ha, ha ő lett volna, ő kellett volna, hogy legyen a következő levélíró, és nem én. Félretehettem volna azt a úgymond írást, ami csak fertőz. Kikapcsolhattam volna a televíziót. Lemondhattam volna evilági értékeimről, fölajánlhattam volna Valamilyen nemes célra. Szegényebb lehettem volna, hogy másokat gazdagítsak, lélekben is, de esetleg materiális értelemben is, de sok minden. Ne akkor foglalkoztasson csak majd bennünket, ha már nem tudunk módosítani azon, ami mögöttünk van. Az évek, évtizedek során. Tanuljunk meg imádkozni mert akkor beszélgetünk Istennel, és akkor ő fejünkbe gondolatokat ad, és a szívünkbe szeretetet. És ennek egyében munkálkodjunk, és higgyük el, nincs olyan kemény feladat, munka, amiben ne segítene ő, és amit éppen ezért ne tudnánk az ő akarata szerint teljesíteni. Sok sikert a gondolatokhoz, és a gondolatok megvalósításához. Ezt kívánom most, innen a Bónum TV stúdiójából. Dicsertessék a Jézus Krisztus!